Lényege, hogy helyi őstermelők kiváló minőségű alapanyagait vásárolják meg a közétkeztetésben résztvevő konyhák, és ebből sütik, főzik meg az ebédet. Évekkel ezelőtt már élő és szoros kapcsolat volt a konyhák és a helyi őstermelők között, de a medgyesi kormány 2004-ben oly módon módosította a közbeszerzési törvényt, hogy évekig Szegedről voltak kénytelenek beszerezni az alapanyagokat. Az Orbán kormány hivatalba lépése után az első intézkedések között változtatta meg ezt az igazságtalan és működésképtelen rendszert. Ennek köszönhetően újraépíthetik a jó kapcsolatot a gazdákkal, és a szakácsok a hazai, friss minőségű alapanyagokból készült, finom ételeket tehetik az asztalra vendégeik elé. Szokás mondani, hogy mindenki abból főz, amilyen van. Magyarország agrár teljesítményekben gazdag ország. Miért ne főznénk abból, amink van, ha mindezzel elősegítjük a hazai agráripar működését, a hazai őstermelők boldogulását. Hozzájárulunk ahhoz, hogy egészséges és friss zöldségeket, gyümölcsöket fogyaszthassunk. Tisztelt államtitkár úr, terveze a kormány olyan programot, melynek keretében a helyi őstermelők által előállított alapanyagokat használják fel a közétkeztetéshez? Köszönöm szépen, képviselő asszony. Megadom a szót Angyán József államtitkár úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő asszony. Örülök, hogy idehozta ezt a témát, mert valóban az egyik legfontosabb teendőnk az élelmiszer biztonság garantálása, és ez csak úgy képzelhető el, hogyha lerövidítjük ezt az élelmiszer láncot, ami 1000 kilométereket ölel manapság már föl. Különösen igaz ez a közétkeztetésre, ahol az állam költi el a forrásait. Nyilván elemi érdekünk, hogy itt azokat az egészséges, biztonságos élelmiszereket használjuk föl, amit helyben a saját gazdáink állítanak elő, vagyis a közétkeztetést és a helyi élelmiszer termelést össze kell mindenképpen kapcsoljuk. Ennek számos olyan haszna van, amely a közpénz elköltését ilyen módon indokoltá teszi. Hadd mondjak néhány olyan intézkedést, amelyeket már ebbe az irányba tettünk, és egy-kettőt szeretnék említeni, amelyeket a továbbiakban szeretnénk ebbe az irányba megtenni. Piac építő jelleggel a közbeszerzési törvényt módosítottuk, és éppen a közétkeztetés kikerült a alapanyagai, kikerültek a közbeszerzési kötelezettség alól, vagyis közvetlenül megvásárolható a helyi menzák, iskolák és egyéb intézmények közétkeztetési alapanyaga. Ugyanígy a kistermelői rendelet a másik oldalon megteremtette lehetőséget, hogy a helyi gazdák eladhassák, értékesíthessék a termékeiket, tehát ez a kapcsolatépítés ebben az irányban megindult. A piac tisztítás is hozzátartozik ahhoz, hogy egészséges élelmiszerek legyenek ezen az élelmiszerpiacon. A másodlagos élelmiszervizsgálat ezt célozta, vagyis megvizsgálhatjuk végre Magyarországon is, hogy milyen termékek kerülnek forgalomba, és ami olyan, azt kitilthatjuk az ország területéről. Illetőleg az egészségügyi termékadó tulajdonképpen ebbe az irányba tett első lépés, hogy megtisztítsuk a saját élelmiszerpiacunkat az egészségre ártalmas termékektől, és ezzel a helyi termékek előtt megnyissuk a lehetőségeket. Az egy percben, ha megengedi, még néhány intézkedést szeretnék ismertetni, amelyekre készülünk ezen a területen. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Lakatos Nézség a Magdolna képviselőasszonyt megilleti a viszontválasz egy percben. Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm megtisztelő válaszát, államtitkár úr. A helyi termelők bevonása a közétkeztetéshez szükséges alapanyagtermelésbe nem csak a kiváló minőségű alapanyagok beszerzése miatt fontos, hanem azért is, mert ezzel a halmozottan hátrányos helyzetű kistelepüléseken is létrehozható tartósan megteremthető néhány munkahely, ami országos szinten akár a 40 ezer főt is elérheti, hiszen Magyarországon az önkormányzatok körülbelül 150 milliárd forintot fizetnek ki közétkeztetésre. Tekintettel arra, hogy az ön által ismertetett lépések elősegítik azt, hogy a közétkeztetés alapanyaga elsősorban a helyi termelőktől kerüljön beszerzésre, válaszát elfogadom. Köszönöm szépen, viszont válasz illeti meg az államtitkár urat is. Ha megengedi képviselő asszony, még néhány programot említenék, ami ebbe az irányba mutat. Ilyen az iskolatej program, amelyben az idei évben a költségvetésben duplájára emeltük ennek a programnak a költségvetését. Ugyanide tartozik az iskolagyümölcs program, ahol szélesítettük a skálát. Ötféle gyümölcs került be, zöldségfélék bekerültek, sőt a 100%-os gyümölcslevek is kínálhatók a gyermekeknek az iskolában. Itt szeretném említeni a szociális nyári gyermekétkeztetést.
amellyel kapcsolatban közösen léptünk föl Soltész Miklós államtitkár úrral. A 2,4 milliárd forint 1400 településen nyári meleg étkeztetést biztosít a rászoruló gyermekek számára, és itt egy kritérium volt, hogy helyi termékeket is szerepeltessenek ebben a programban. És szeretném megemlíteni azt a kezdeményezést, amelyet 6 államtitkársággal közösen indítottunk a Nemzeti Vidék Stratégiához kapcsolódóan. Ennek az elnevezése is megmutatja, hogy mire törekszünk, egészséges helyi élelmiszert a közétkeztetésbe. Ennek az első ülése megvolt, és a nyáron fogjuk kidolgozni ennek a részleteit. Szóval köszönöm, hogy ezt fölvetettem, mert valóban ebbe az irányba tájékozódunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés, Hargangozó Tamás, az MSZP képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnök úrnak. Miért tűri, hogy a saját kormányának tagjai meghazudtolják címmel? A miniszterelnök úr halaszthatatlan közfeladata ellátása miatt válaszadásra Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter urat jelölte ki. Kérdezem képviselő urat, hogy elfogadja a válaszadó személyét, vagy a miniszterelnök úrtól személyesen kérje a választ. Megtisztel, miniszterelnök helyettes úr, hogy az elmúlt fél órát velünk együtt töltötte, de a kérdésből is kiderül, hogy olyan ügyről van szó, amely miniszterelnök úr szavahihetőségét olyan súlyosan érintő, hogy személyesen szeretnék tőle majd. Köszönöm szépen a miniszterelnök úrnak. A harmadik soron következő azonnali kérdések órájában kell válaszolni. Tisztelt Országgyűlés, Szűcs Erika, az MSZP képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a Nemzeti Erőforrás miniszternek. No, de mégis miért címmel? A miniszter úr halaszthatatlan közfeladata ellátása miatt válaszadásra Soltész Miklós államtitkár urat jelölte ki. Kérdezem a képviselőasszonyt, hogy elfogadja a válaszadó személyét, vagy a miniszter úrtól személyesen kérdezik. Elfogadom, igen. Elfogadja a képviselőasszony. Szűcs Erika képviselőasszonyt illeti a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim! A rendszeres szociális segélyezésnek a rendszere 2009. január 1-től alapvetően átalakult, és ma is alapvetően azoknak az elveknek megfelelően működik. A munkaképes korú, nagyon alacsony családi összjövedelemmel rendelkező és együttműködő jogosultakat munkaképességük szerint két csoportra osztjuk. Segélyt csak az kap, aki munkaképtelen. A segély összege változó, mégpedig azért, mert az a funkciója, hogy a család összjövedelmét egy társadalmilag elfogadott minimumig, a nyugdíjminimum 90%-áig 25.650 forintig egészítse ki, de maximuma nem lehet több a nettó minimálbérnél. A közfoglalkoztatásról benyújtott törvényjavaslat részeként ez a szabály módosul, és ezt a maximumot megharmadolja. Munkaképtelen emberek esetében 17.460 forintra viszi le. Nem igazán érthető, hogy mit szeretnének ezzel elérni, hiszen a munkavállalás ebben az esetben kizárt. De nem jobb az a helyzet a munkaképesek esetében sem, akiknek az ellátása vagy munkabér, amikor dolgoznak, vagy pedig egy fix, ma 28.500 forintos juttatás. A közfoglalkoztatás új bérrendszere annyira alacsonyan szabja meg a közfoglalkoztatási bért, hogy a számításaink szerint az ellátottak 70-80%-ának a közfoglalkoztatási nettója kevesebb lesz, mint a mai bérpótló juttatás 28.500 forint. Tehát nem az fog jól járni, aki munkát keres, hanem aki a 30 napot letudja, és utána várja a pénzbeli ellátást, ami magasabb, mint a nettó kereset. Kérdezem én, mire ösztönözés kit egy ilyen szabályozás akkor, amikor a munka becsületének a visszaállításáról és a munka iránti motiváció helyreállításáról beszélünk? Várnám államtitkár úr válaszát. Köszönöm, képviselőasszony. Megadom a szót válaszadásra Soltész Miklós államtitkár úrnak. Köszönöm szót, elnök úr, tisztelt képviselőasszony, mondhatnám azt is, tisztelt miniszterasszony. Az elmúlt 8 évre kell, hogy visszautaljak, mert ön azt kérdezte, hogy na de mégis miért, de lehet, higgye, hogy lehet, képviselő úr, lehet, hiszen önök voltak azok, akik éveken keresztül teljes mértékben összekeverték azt a gondolkodást, amelyet az emberek nagy része egyébként abszolút elutasított. Mégpedig azt, hogy azok, akik munkára rendezkedtek be, munkával akarták keresni a kenyerüket és eltartani a családjukat, és sajnos minimálbér közelében éltek, vagy pedig nagyon kevés bért kaptak, jövedelmet tudtak szeretni,
azok bizony sokszor azt kellett, hogy tapasztalják, hogy nem csak, hogy kevesebbet vittek haza sokszor, mint azok, akik segélyre rendezkedtek be, nem csak azt kellett tapasztalniuk, hogy ezért őket sokszor ki is nevették, sokszor ki is gúnyolták, hogy minek mész el munkába, minek mész el dolgozni, hiszen én még akár ugyanannyit is össze tudok szedni azzal, hogyha segélyre rendezkedek be, mert még más támogatásokat is megszerzek, plusz a fekete munkával még többet is viszek haza. Hanem azt is elérték önök ezzel az elmúlt 8 évben, hogy a munka becsületének az értéke az teljesen a nulla szintre ment le. És én azt megértem azt a törekvésüket, amit 2009-ben elindítottak. Én azt gondolom, hogy igenis az egy pici ugrás volt, egy pici lépés volt az önök részéről, amikor fölébredtek, és amikor próbálták a saját választóik nyomására is, a saját polgármestereik, például a hajdúsági polgármestereik nyomására is megváltoztatni ezt a gondolkodást, de azt hiszem, ez csak nagyon kismértékben sikerült önöknek, és ezért kell még továbbra is ezen a rendszeren változtatni. Köszönöm szépen a kérdését. Köszönöm szépen. Viszont válasz illeti meg a képviselőasszonyt. Köszönöm szépen. Sajnos nem tudom, hogy ez a teljesen kontraproduktív szabályozás módosítás mire lesz jó, hiszen a jelenlegi bérpótló juttatás az a elérhető bér 42%-a, az ezután következő szabályozás szerint viszont a nettó bér kevesebb lesz, mint a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, államtitkár úr. Arról pedig, hogy a munkaképtelen vagy nem foglalkoztatható emberek segélyének a maximumát 11.000-17.000 forint közé viszik le, hogy ezzel mégis mire szeretnék őket ösztönözni, milyen módon szeretnék azoknak a családoknak az életvitelét módosítani, szintén nem kaptam választ. Tehát azt tudom mondani, hogy miután 2009-es rendszer működik ma is, azt gondolom, hogy igenis az egy nagy lépés volt, egy olyan lépés volt, amelynek az alapelveit önök is elfogadják, és ezen az úton szeretnének tovább haladni, csak azt szeretném most jelezni, hogy éppen visszafordulóban vannak ezen az úton. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Megadom a szót államtitkár úrnak, viszont válaszol. Tényleg köszönöm szépen, képviselőasszony, miniszterasszony, ezt az aggodalmát, amit ön föltett, és kérdésként felvetett, már csak azért is, mert miután minisztersége letelt, utána is ezzel a területtel nem csak képviselőként foglalkozott, hanem külön megbízási szerződéssel próbálta ezt a területet szolgálni, és köszönöm szépen, hogy ennyire, 8 év után ennyire aggódik ezért a területért. Higgy el, hogy az az átfogó támogatási rendszer, az a szociális rendszer, amit most ebben az országban elkezdtünk, az igenis segíteni fogja azt a gondolkodást, hogy a munkát helyezzük a középpontba, a munka legyen a legfontosabb, és ne a szociális segélyezés. Tehát, hogyha ön azt mondja, hogy kevesebbet fog kapni valaki a munkával, akkor ön vagy nem tud számolni, vagy téved. Ugyanezt a hibát követték el az elmúlt 8 évben, ezért a választópolgárok önöket elég szépen megdicsérték egy évvel ezelőtt. Tehát én köszönöm szépen az aggodalmát, és köszönöm szépen, hogy figyelmeztetett minket. Oda fogunk figyelni erre az átfogó rendszerre, és mindenki, aki munkával szerzi a jövedelmét, az jobban fog járni. Köszönöm a figyelmét. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés, Bagács Zsolt, a Jobbik képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a belügyminiszter úrnak. Kik követik el az uzsora bűncselekményeket címmel? A miniszter úr halaszthatatlan közfeladat ellátása miatt válaszadásra Kontrát Károly államtitkár úrat jelölte ki. Kérdezem, képviselő úrat elfogadja a válaszadó személyét? Elfogadja. Önni a szó, Bagács Zsolt képviselő. Köszönöm a szót, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr. Azon a kérdésem apropóját az adta, hogy még 2009. januárjában, még az előző szocialista liberális kormány idején a Borsodabaui Zemplén megyei rendőrfőkapitányságon sajtótájékoztatót tartottak. Itt mutatták be a nehéz út település biztonsági program részeként a 2009-es évi uzsora elleni naptárt. Ez 50.000 példányban jelent meg, és főleg a magyarországi megyék veszélyeztetett településein, Heves, Nógrád, Hajdubihar, Szabolcs, Szatmár, Berek, Baranyai, Szolnok megyében is. Tisztelt államtitkár úr! Nem akarok megfelelni egyrészt a Whitefield-ű LMP-s képviselőtársaimnak sem, másrészt a Policy Solutions belpolitikai háttérelemzésében kifejtett elvárásainak,
a magyar politikai pártok és ebbe beleértve a Jobbik cigány politikájával kapcsolatban. Ennek ellenére nincs szándékomban cigánybűnözésről beszélni, a helyzet azonban adott. Teljesen mindegy, mit minek nevezünk. Az önök időszámítása szerint 2 hét több mint 400 napja tart. Ez alatt a 2 hét alatt, amióta rendet csináltak, láthatóan és érzékelhetően növekszik az uzsora bűncselekmények száma, pedig a belügyminiszter úr magyar hangjaként ön kontrát államtitkár úr többször is elmondta az országgyűlésben, elhangzott főleg ellenzéki kérdésekre, hogy 1800 rendőrt avattak fel a Hősök terén. 13 oldalon, A4-es oldalon sikerült összegyűjteni a kedvencemről, a polisz.hu-ról a teljesség igénye nélkül uzsora bűncselekményeket, melyek egyre nagyobb számban harapóznak el az országban. A rendőrség 2009. március 1-e óta rendőrhatósági eljárásokban uzsora bűncselekményügyekben nyomoz, amióta az országgyűlés törvényt alkotott és a BTK-ba is iktatta, így minden információ a belügyi szervek rendelkezésére áll. Az elkövetőkkel kapcsolatban fentiek alapján teszem fel a kérdést, kik követik el az uzsora bűncselekményeket. Köszönöm szépen. Válaszadásra megadom a szót Kontrát Kágoly államtitkár úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Köszönöm, hogy szóba hozta ezt a nagyon fontos problémát, hiszen azt tudni kell, hogy az uzsora bűncselekmények sértettjei a társadalom legelesettebb, legkiszolgáltatottabb, legszegényebb, legrászorultabb tagjai, és a Nemzeti Együttműködés kormánya programjában azt ígérte, hogy a védelem jogát biztosítja mindenki számára, és ezt igyekeztünk is betartani, hiszen a kormányváltást követően az új országos rendőrfőkapitány talán egyik legelső utasításában, főkapitány utasításában intézkedett az uzsora bűncselekmények elleni, elkövetői elleni hatékony és kiemelt fellépés érdekében. Tisztelt képviselő úr, úgy gondolom, hogy nincs ellentmondás abban, amit ön mond, hogy nőtt az uzsora bűncselekmények száma, hiszen azt mondtuk, hogy a kormány a rendőrség hatékony fellépésének következtében az első időkben nyilván nőni fog a bűncselekmények száma, hiszen hatékony fellépést ígért és hajtott végre a rendőrség. És hadd tájékoztassam önt és a tisztelt házat, hogy például Ózdon az elmúlt 3 hónapban 20 szemét tartóztattak le uzsora bűncselekmények elkövetése miatt, és ezek az elkövetők jelenleg is előzetes letartóztatásban vannak, tehát ezek csak Ózdon. És szeretném elmondani, hogy jelenleg 82 nyomozás vagy feljelentés kiegészítés van folyamatban uzsorás bűncselekmények elkövetésével kapcsolatban. Azt szeretném itt is rögzíteni, hogy a Nemzeti Együttműködés kormánya a törvény előtti egyenlőség elvét vallja, senki nem állhat a törvények fölött, aki bűncselekményt követel, így aki uzsora bűncselekményt követel, az a törvény szigorával szembesül. Köszönöm szépen, későbbiekben majd folytatom a választ. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Viszont válaszra megadom a szót képviselő úrnak, parancsoljon képviselő úr. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, szükebb hazámban, Jász-Nagykun-Szolnok megyében is gyakoroljak az uzsora bűncselekmények, amikor ezeket az eseményeket a nép a nyelvére veszi, az terjed, hogy cigányok követik el túlnyomó részét, sajnos legtöbb esetben mély szegénységben élő cigány családokkal szemben is. És szeretném fölhívni a figyelmét önnek és mindenkinek Pokol Béla Európa végnapjai című könyvének 64. oldalán egy idézetet felolvasnék. A cigánysággal együtt élő és a mindennapjainkban a cigányok bűncselekményeinek áldozataivá váló többségi társadalmat védtelenné teszi, hogy tiltják a nyilvános beszédet a cigányság soraiban lévő nagyszámú bűnelkövetésről, illetve azt rasszizmusként ítélik meg. Hát én valami ilyen szellemű választ várnék el öntől. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő, csak jelezni szeretném képviselő úr felszólalása, ami ma itt a házban számos esetben elhangzott, hogy ugye nincs cigány bűnözés, csak cigány emberek által elkövetett bűnözésről beszélhetünk. Így adom vissza 1 perces viszontválaszra a szót államtitkár úrnak. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, tisztelt képviselő úr. Én a válaszom első részében világosan beszéltem.
Tehát mi a törvény előtti egyenlőséget valljuk, és azt mondjuk, hogy senki nem állhat a törvények fölött. A magyar hatóságok, a magyar rendőrség, a magyar nyomozóhatóságok mindenkivel szemben, aki ellen uzsorás bűncselekmények megalapozott gyanúja merül föl, eljárnak, föllépnek, és ezt tudom ígérni a jövőt illetően is. És engedjen meg, hogy fölhívjam még egy fontos körülményre a figyelmet és az önfigyelmét is. Az önkormányzatok nagyon sokat segíthetnek abban, a bűnüldöző hatóságok munkáját nagyban elősegítheti, hogyha ilyen bűncselekményekről tudomásuk van, akkor a nyomozó hatóságokat tájékoztatják, és úgy gondolom, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy hatékonyabban tudjunk fellépni. De még egyszer mondom, mi a rendőrség, a bűnüldöző hatóságok mindenkivel szemben eljárnak, és a legszigorúbban eljárnak. És a kormány előkészíti a büntető törvénykönyv szigorítását az uzsora bűncselekmények elkövetőivel szemben. Úgy gondolom, hogy a nagyobb büntetőjogi fenyegetettség is visszatartó erővel bír. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt országgyűlés, Szilágyi László az LMP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a vidékfejlesztési miniszternek. Hogyan fogja teljesíteni a kormány az uniós hulladékgazdálkodási kötelezettségeket címmel? Miniszter úr halaszthatatlan közfeladata ellátása miatt válaszadásra Illés Zoltán államtitkár urat jelölte ki. Kérdezem a képviselő urat, hogy elfogadja-e a válaszadó személyét, vagy a miniszter úrtól személyesen kéri a választ. Köszönöm szépen, képviselő úr elfogadta a válaszadó személyét, Illés Zoltán államtitkár úr fog majd válaszolni. Képviselő úré a szó, parancsoljon képviselő úr. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr, a csomagolási gumiabroncs és egyéb hulladékok hasznosításáról rengeteget beszéltünk az elmúlt hetekben itt a házban, bár nem eleget, most mégsem ezekről szeretnék szólni. Rengeteg egyéb uniós kötelezettségünk is van, és hát előre bocsátanám, hogy számomra nem elsősorban az a fontos, hogy az uniónak minél jobban és minél pontosabban megfeleljünk, hanem ezek a kötelezettségek nagyon fontosak, és minket elvisznek valamiféle fenntartható hulladékgazdálkodás irányába. Kérdezem én ezekkel kapcsolatban, hogy a szerves hulladékok lerakási korlátozásának hogyan fogunk tudni mi megfelelni, milyen intézkedések történtek az elmúlt egy évben. Ugyanígy az építési és bontási hulladékok hasznosításával kapcsolatban mi történt? 70%-nyi hulladékot kell majd az építési kategóriában hasznosítanunk 2020-ig, ami brutális intézkedéseket követel már most. Ugyanígy a háztartási hulladékok hasznosítási kötelezettségéről is szó lehetne, a hierarchiának való megfelelés és az életciklus szemléletnek. Nem látjuk a stratégiát, ami, tehát országos hulladékgazdálkodási tervet, amit réges-régen ide kellett volna már hozni elénk, és késik az uniós keretirányelv implementálása is, december 12-én már hatályba kellett volna lépni. Nincsen hulladékgazdálkodási törvény, nincsen hasznosítási terv, nincsen megelőzési terv. Ami van, az a termékdíj újra szabályozása, hogy itt múlt héten fogadta el a parlament az új törvényt, ma este már módosítani is kell. Kérdezem, hogy ez miféle jogalkotás. Ami viszont nincsen. Nincsen betétdíj, ami megoldaná a visszagyűjtést. Nincsen hasznosítási díj, ami beindítaná a kis- és középvállalkozások hasznosítási programjait. Nincsen landfill tax, ami a hasznosítás felé terelné az egész piacot, és nincsen differenciált hulladékdíj, ami ösztönözni az embereket a szelektálásra és a komposztálásra, és akkor még nem beszéltünk a megelőzési intézkedésekről. Csak ez a bizonyos termékdíj van, bár ne lenne ilyen formában. Kérdezem, hogy mikor indulunk el a fenntartható irányba. Köszönöm szépen a válaszát előre is. Köszönöm szépen, képviselő úr. És megadom a szót Illés Zoltán államtitkár úrnak. Parancsoljon, államtitkár úr. Köszönöm szépen, tisztelt ház, tisztelt elnök úr, kedves képviselő úr. Hogyha egy parafrázissal kívánnék válaszolni önnek, akkor hogyan fogja teljesíteni a kormány az uniós hulladékgazdálkodási kötelezettségeket, akkor azt mondanám, hogy pontosan szépen, mint ahogy a csillag megy az égen, és így tovább, és így tovább. Na most, tisztelt képviselő úr, 2010. december 12-éig kellett volna az Európai Unió által követelten elfogadtatni a hulladékgazdálkodási törvényt, és ez nem mentség, de az összes Európai Uniós tagországban ez nem történt meg. Ebből az következik, hogy az Európai Unió az összes tagországot írásban felszólította. Én a magam részéről pontosan egyedül egy szemébe akadályoztam meg annak a törvénynek ez év elején történő parlamentben nyújtását. Azért, képviselő úr, mert először egy példával élve
a háznál az alapot építjük föl, és csak utána a falakat meg a tetőt. Magyarul először a pénz kellett, képviselő úr, amit ön is akadályozott az elfogadás tekintetében, és elég sok másik érdekcsoport, úgyhogy csak így vitézkedjen ezekkel a kérdésekkel. A pénz már pedig azt jelentette, hogy a termékdíj törvény kapcsán 26 milliárd forint áll rendelkezésre arra a hulladékgazdálkodásra, amely ezek után fog következni. Már pedig azon Európai Uniós prioritási lista kapcsán, amelyet eddig nem érvényesítettek. És mindaz, amit ön hiányként mondott, ez így igaz, de az elkövetkezendő hónapokban mind a hulladékgazdálkodási törvény, mind a hozzátartozó 38 végrehajtási utasítás, mind a betétdíjrendszer, mind az elhelyezési rendelet, az összes el fog készülni, és szeptember elején kerül a ház elé, és 2012. január 1-jével fog Magyarországon életbe lépni. Ami pedig a Dumát illeti. Nagyszerű programok voltak az elmúlt időszakban, ilyen stratégiák, meg olyan tervek, csak soha nem csináltak meg belőle semmit sem. Tehát nem beszélni kell erről, hanem megcsinálni a dolgokat. Ez lesz a következő időszakban. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Egy perces viszontválaszra megadom a szót Szilágyi László képviselő úrnak. Parancsoljon, képviselő úr. Államtitkár úr, eszembe nem jutna vitézkedni. És a Dumán is sincs kimondott kedvem, de azért hadd kérdezek már egy-két dolgot, hogy tudja ön például, hogy hova viszik Bicskéről a hulladékot? Én megmondom, Ajkára, tehát Bicskéről Ajkára. Ugyanígy Esztergomból hova viszik a hulladékot? Polgárdiba. Tehát tökéletes káosz van ebben az országban ilyen tekintetben. Ezt a káoszt nem önök okozták, viszont egy év alatt semmit nem tettek annak érdekében, hogy ez valamilyen módon elmúljon. Tudja, hogy mennyivel növekedett a hulladékdíj egyes olyan térségekben, ahol megindultak az uniós nagy projektek, ahol elkezdtek működni a nagylerakók, bizony 40-50%-kal. Tudja, hogy hány százalékot tudunk begyűjteni mostanában italcsomagolásokból Magyarországon? 20-at se. Míg Németországban, Franciaországban, Norvégiában 95-98%-ot is begyűjtenek betétdíjjal. És ezért kellene ezt a szabályozást már végre elkezdeni. Az a kérdésem továbbra is, hogy mikor? Én nem nagyon hiszem el, hogy ezt itt szeptemberre készen lesz. Mikor fognak ehhez hozzálátni és ide hozzánk behozni? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Egy perces viszont válasz illeti meg az államtitkár urat is. Parancsoljon, államtitkár. Természetesen én a hitbéli dolgokat nagyra értékelem, higgyünk itt is, meg más helyen is, többek között a templomban. Önnek nem kell elhinnie mindazt, amit én mondtam, hanem majd megtapasztalja, vagy nem, és akkor majd szeptemberben megkérdezheti. Ugyanakkor azt kell mondanom, hogy a betétdíj kapcsán teljesen egyetértünk. Pontosan betétdíj kell, amely révén a csomagolás egy részét vissza lehet gyűjteni 95%-ba. Csak emlékeztettek rá, ebben a hazában azért volt betétdíj rendszer, az előző társadalmi politikai rendszerben. Sikeresen szétverték az elmúlt időszakban. Ezt kell helyreállítani ennek a kormánynak az emberek érdekében. Ami pedig az ön által felsorolt településeken történő hulladék szállítást illeti, bizony a regionális hulladék lerakók létrehozatala a legnagyobb hibák közé tartozott. És nem az Európai Uniós prioritási lista alapján történt, ugyanis a lerakás az utolsó ezen a listán, és nem elfogadható az Európai Unió által. Ennek ellenére Magyarországon, lásd csodát, regionális hulladéklerakókat létesítettek, amelyek csak a káoszt növelték. Bontási törmelék meg fogjuk oldani például úgy, hogy ösztönző rendszerrel az út alapba fog beépülni, és nem lerakó helyekre vagy illegálisan kerül elhelyezésre. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Az utolsó azonnali kérdésünk következik. Garai István Levente képviselő úr, az MSZP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a Nemzeti Erőforrás miniszterének. Mi lesz a gyógyszer támogatással címmel? A miniszter úr halaszthatatlan közfeladat ellátása miatt válaszadásra Halász János államtitkár úrat jelölte ki. Kérdezem a tisztelt képviselő urat, hogy elfogadja-e a válaszadó személyét, vagy a miniszter úrtól személyesen kéri a választ. Úgyhogy elfogadom. Köszönöm szépen. Képviselő úr elfogadta a válaszadó személyének Halász János államtitkár úr, képviselő úr, a szó. Parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház. Hát másfél éve a Fidesz szétszórta az országban, hogy mentsük meg az egészséget óriás plakátot. Már többször mondtam, hogy apró betűvel rá kellett volna írni, hogy hát Fidesz módján soha napján vagy 50 év múlva. Mert hát azóta volt egy 2011-es költségvetésünk, igazából alapvető dolgok nem oldódtak meg, két egészségügyi uborkasaláta törvény megint nem oldott meg semmi alapvető problémát, két szemmelvejsz tervünk is van már, csak az a baj, hogy elfújta a szél.
Kálmán terv az egészet, pedig hát abban voltak jó poénok, nagyon jó elképzelések, hogy azonnali béremelések, mert elmennek az orvosok, majd hogyha államtitkár úr erre reagál, akkor majd ezt bővebben kifejtem. Ugyanakkor jóval aktívabbak voltak a gyógyszerpiac területén, jó néhány gyógyszeráremelésre kerül sor tavasszal és most július 1-ével is, meg kell mondani, hogy némi csökkenés is volt egy-két termék esetében, de több száz termék ára nőtt. Ugyanakkor különböző dokumentumokból kiderül az, hogy az idén 26, jövőre 83, utána két évben pedig 120-120 milliárd forintot kívánnak kivonni. Hát valakinek a révészt fizetni kell, meg általában gondolom, hogy a betegeknek leginkább a gyógyszereket. Nem tudom, hogy erről mi a véleménye. A közgyógyellátási lista szűkítése is egyértelműnek tűnik a különböző dokumentumok alapján. Itt a szociálisan